16th of June in Italy. Yeah, and it was in Monza in Italy was. Olaszországból, Oroszországból, Franciaországból és Spanyolországból érkeztek Nyíregyházára fiatalok az Erasmus Plus program keretén belül. Egy évig vesznek részt önkéntesként egy média projektben a Mustár FM kisközösségi rádióban. 6 tematikus műsoruk van, ami magába foglalja a világpolitikát, úgynevezett gossip pletyka műsort, ezt nem úgy kell elképzelni, hogy csak ilyen értelmetlen dolgokról pletykálnak, hanem ilyen nem is tudom, hírességek, közéleti dolgok, érdekességek, tehát ez egy kicsit színesebb műsor, van kulturális műsoruk, a Fedezd fel a világot műsorban arról beszélnek, hogy hol jártak, akár Magyarországon belül, akár Európa szerte, milyen élményeik, utazásaik, kalandjaik voltak. So now the termination, for example, with the verb cantar. Cantar, okay. Yo canto. Good. Tú cantas. A rádiózáson kívül nyelvi órákat is vezetnek, ez azt jelenti, hogy szolgálati időben, hétköznapokon 10 és délután 4 óra között bemehetnek a nyíregyházi fiatalok az idegen nyelvet gyakorolni anyanyelvi oktatókhoz. Ez nagyban elősegíti a kommunikációjuk fejlődését, és így könnyebben felkészülhetnek a nyelvvizsgákra. Well, I come from Barcelona, from Spain. Barcelonából, Spanyolországból érkeztem Nyíregyházára az IVS program miatt. Nagyon érdekelt a projekt, mivel egy média projektről van szó, és maga a nyelvtanítás is, hiszen ez az én szakmám otthon Spanyolországban, nyelvtanár vagyok. Az itt töltött idő alatt új barátokat szereznek az önkéntesek, és a várost is megismerhetik. Körülbelül fél éve, február óta vagyok itt, nagyon tetszik a város, különösen azért, mert én egy kis faluból érkeztem, egy 2500 fős településről, és minden újdonságot, minden új helyet nagyon szeretek, és nagy érdeklődéssel fogadok. A program továbbra is folytatódik, már több európai országból is jelezték részvételi szándékukat a következő turnusra.